fejlesztés is megvalósult az elmúlt időszakban Kúlán. A nyugatbácskai településen a legutóbbi népszámlálási adatok szerint közel 3000 magyar ajkú polgár él. A fejlesztések célja elsősorban a helyi magyar lakosság megtartása. A beruházásokat többek között a magyar kormány és tartományi támogatás segítségével valósították meg. Énekelnek, verset mondanak és rajzolnak a kúlai Pittypang óvoda Sünike csoportjának lurkói. A magyar sarokban pedig bábok, mesekönyvek és társas játékok várják a kicsiket. Dér Jolán óvónő elmondta, jelenleg 13 magyar gyermek jár az óvodába. A legutóbb egy új játszótérrel gazdagodott az óvoda. Mi az óvodában általában játszva tanulunk, és az óvodának bármelyik részét, bármelyik helységét fel tudjuk használni valamilyen érzékszervi fejlesztésre. Tehát itt gyerekek megtanulják azt, hogy fel lehet mászni, ha már felmásztak, valahogy le is kell jönni, tehát azt is megtanítjuk őket. Ők saját maguk szerveznek játékokat, olyanokat, hogy utaznak például különböző földrészekre. A vonat az néha átalakul például autóbusszá vagy repülővé, szóval attól függ, hogy a gyerekeknek milyen kedvük és milyen témát saját maguknak szerveznek. Ez itt már a Kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ. Tagjainak többsége fiatal, a szakosztályok munkájába bekapcsolódók 80%-a diák. A színjátszókör, a kórus és a néptánc mellett a kézimunkacsoport szorgalmas asszonyai is heti rendszerességgel összeülnek. Jelen pillanatban fehér hímzéssel foglalkozunk, színes hímzéssel. Van, aki horgol, de tudunk articsóka technikával készíteni dolgokat, makramézni, a quillinget is megtanultuk, kötünk. Ha leülünk és elkezdünk dolgozni, akkor elfelejtünk minden bajunkat, leülünk, és ez ilyen idő, szórakozás, hobbi. Még máskülönben kiállításokra is szeretünk elmenni, és ott is elég szép eredményeket érünk el. A Kúlai Népkör idén ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját. Az elmúlt időszakban részben felújították az épületet, de még van tennivaló. A munkálatok teljes egészében várhatóan a jövő év végéig befejeződnek, mondta el Goga Zsolt. A központ elnöke hozzátette, fontos az épület újítása, hisz a helyi magyarokat a népkör fogja össze. Zöme a magyarságnak. Azt lehet mondani, hogy ez a második otthonunk. Sikerült visszamenőleg már 5-6 éve törekszünk arra, hogy minden évben valamit újítsunk, és hogy felújítsuk ezt az épületet, hogy úgy nézzen ki, egy modern épületet kapjon a magyarság. A belterét a nagyteremnek fel tudtuk újítani. A népkör színpada mögött 3 évnek ezelőtt tudtunk venni egy lakást, ami most folyamatban van, és oda fog kerülni majd az új konyha részleg. A nagy terem és a kis terem felett pedig egy emeletszintet kaptunk, ahol egy fantasztikus iroda helység lesz, két kisebb irodával, az egyik a VMSZ lesz, a másik pedig a Magyar Művelődési Népkörnek az irodája lesz, és két szobát, vendégszobát alakítottunk ki egy hatalmas nagy raktártérre. A Népkör Magyar Művelődési Központ épületének felújítását a helyi önkormányzat a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi nemzeti közösségi titkárság, valamint a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. A községben már csak Kulán van magyar nyelvű oktatás, ezért is fontos, hogy az MNT iskolabusz programja idén is folytatódott, mondta el Kozma Lívia, a Szakácsi Sándor Polgári Egyesület elnöke. A környező településekről 18 gyermeket utaztatnak a Petőfi Brigád általános iskolába, azért, hogy anyanyelvükön tanulhassanak.
A szülőknek gondolom, hogy hatalmas segítséget nyújt. Én is két gyermekes anyuka vagyok. Abban az időben, amikor az én gyerekeim ide jártak, nem volt ilyen lehetőség. Minden nap a nagymama, nagytata, apuka, anyuka kísérte a gyermeket az iskolába. Ezeknek a szülőknek én gondolom, hogy ez sokkal könnyebbé teszi a mindennapjait. Jobban részt tudnak venni akár a saját vállalkozásukba, munkájukba, hogy nem kell a gyermeket beutaztatni minden nap autóval ide-oda, úgyhogy én gondolom, hogy ez nagy segítség számukra. Sajnos azt is el kell mondani, hogy így is csak a 10-11-2 fős magyar osztályt tudunk biztosítani. Nem hagyjuk, hogy elveszünk, erre törekszünk, hogy megmaradjon az anyanyelven, mert így tudunk megmaradni. A csaknem 18 ezer fős településen további fejlesztéseket terveznek. Egyebek mellett felszeretnék újítani a templomot és a Szent Háromság szobrot. A stúdió vendége pedig Valka Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség kúlai elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Több fejlesztést, illetve több fejlesztési tervet is láthattunk az imént a riportban. Miért fontosak ezek a kúlai magyarság számára? Én úgy gondolom, hogy minden terv, minden megvalósult gondolat arra segíti a kúlai magyarokat, hogy megmaradjanak magyarnak, és ápolják anyanyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat, mert ha mi a sajátjainkat nem védjük, más nem fogja megvédeni. Ez eddig sikerült? Én úgy gondolom, hogy sikerült. Nagyon sokat segített ebben a Magyar Nemzeti Tanács, a Kisebbségtitkárság, Bethlen Gábor Alapítvány, a magyar kormány egyen keresztül, mert úgy gondolom, hogy felújítottuk nagyjából a népkört legalább kívülről, most még a belső részeket kell megoldanunk, de ugyanúgy az iskolában is törekszünk arra, hogy minél jobb feltételeket adjunk a magyar nyelven tanulók és általában a diákoknak. Ez mind arra serkenti a kúlai magyarokat, hogy anyanyelvükön tanuljanak tovább és ápolják a nyelvüket. Mi a helyzet a további tervekkel, a további fejlesztésekkel? Hallhattunk itt egy-két dolog, elhangzott a Szent Háromság szobor például. Hát én gondolom, hogy a kúlán az általában az fontos dolog, hogy együttműködik az iskola, az egyház, a kultúregyesület. Ezt úgy gondolom, hogy csak így lehet megoldani ilyen kis közösségekben, ha vál mellett együtt dolgozunk a kullai polgárokért. Hát a Szent Háromság szobrunk egy viharkor ledőlt, azt fel szeretnénk újítani, az mellett 2020-ban 250 éves lesz a kullai Szent György katolikus egyház templom, és annak a felújítását kívülről szeretnénk befejezni, hogy a 250 évre tényleg egy felújított már belülről, és a templom magában föl van újítva, a környezete is olyan legyen, ami erre a 250-es ünnepre méltó lesz. 220-at említett ugye a templomnál, a Szent Háromság szobornál tettek már lépéseket a felújítás kapcsán? Hát ez a kettő együtt fog menni, én úgy gondolom, hogy a jövő év folyamán lesznek rá lehetőségeink, hogy úgy a templom körüli dolgokat is, de ugyanúgy a Szent Három szobrot is fölújítjuk, és tehát a Szent Györgyre 2020-ba már meglegyenek. Vannak-e egyébként olyan dolgok, amik úgymond nincsenek a legjobb állapotban, mégis fontos lenne a polgároknak azért, hogy jobban éljenek, és tervezik ezeknek is a felújítását? Mi kis közösség vagyunk, a Kulla község területén a magyarság körülbelül 8%-ban van rész, és ezért fontos az, hogy minden, ami a jobb élettartalomhoz függ, azokat segítsük. Ezeket nem tudjuk elérni magunk, mert, mint mondtam, kis közösség vagyunk, de közösen a koalíciós partnereinkkel, közösen azok az emberekkel, akik erre törekszenek, hogy Kulla minél szebb legyen, minél tisztább legyen, minél elfogadóbb legyen a polgároknak. Ezeket a dolgokat mi is támogatjuk, és támogatni is fogjuk. Ha már úgy is említette a koalíciós partnereket, akkor térjünk rá a választásokra. December 16-án önkormányzati választások lesznek Kulán, és önök a Szerb Haladó Párttal indulnak egy listán. Miért? Ezek a dolgok miatt, amit most felsorolt, vagy vannak más érvek is emellett? Hát én gondolom elsősorban ezért a dolgot, amit felsoroltam, de úgy gondolom, hogy ebben az elmúlt
4-6 évben, amióta együttműködésünk van a Szerb Haladó Párttal. Sok olyan dolgot megoldottunk, ami fontos úgy a kullai magyarság számára, de általában a kullai község polgárai számára is, és ezeket a dolgokat tovább szeretnénk vinni. Itt nem elsősorban arra gondolok, hogy az oktatás, kultúra, mert ezekkel már foglalkoztunk és foglalkozni is fogunk, de nagyon fontos ez mellett a gazdasági dolgok is, mert ha nincsenek új munkahelyek, ha nincsenek lehetőségek arra, hogy a polgáraink megélhetését biztosítsuk a községben, abban az esetben megtörténik az, hogy elvándorolnak, vagy máshova költöznek el. Azt esetleg el tudja mondani, hogy milyen pontokat tartalmaz, illetve hogy mik azok a prioritások, amit meghatároztak most a koalíciós partnerükkel? Hát én úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat, amit eddig is megoldottunk, azokat folytatni szeretnénk a kultúra, az oktatás és más terepen, de fő hangsúlyt szeretnénk tenni a gazdaságra. Az elmúlt egy hétben egy új olasz cég, egy új gyár épült, egy olasz cég, amely 300 munkát foglalkoztat, de várható hamarosan egy másik olasz cég is, hogy elkezdi a működését az ipari negyedbe Kullán, és ha elég előre haladott tárgyalások vannak egy német céggel is, aki szintén 3-400 ember tudna foglalkoztatni, ez valószínűleg, hogy a jövő januárjában, februárjában kezdi el az építkezést a csarnoknak. Tehát ez azt jelenti, hogy az elkövetkező egy-másfél évben én bízom, hogy körülbelül így 800 000 munkahelyet tudunk biztosítani, mert ami rengeteg, ami nagyon jó lesz a Kulla község és a környék lakosságának. A vállalatok mellett vannak még konkrét tervek, lépések, célok a gazdaság erősítése érdekében? Hát én úgy gondolom, hogy arra is törekszünk, mint az egész vajdaságban, hogy a vajdasági vagy kullai község magyarjainak próbáljuk segíteni. Így több alkalommal a polgártársaink pályáztak a Prosperitáti Alapítványnál, úgy a mezőgazdaságban, mint a vállalkozók. Ezek is arra ösztönzik az embereket, hogy minél többet fektessenek be a termelésbe, és így minél több kullait tudjunk elhelyezni. Természetesen a fő célunk az, hogy minél több kullai magyar ember vagy magyarok legyenek, akik el tudnak helyezkedni, és így erősödni tudjon ez a közösség. Hogy látja ön most a kullai magyarság helyzetét? Megtartó ereje van mind a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak, vagy a község területén végrehajtott befektetéseknek? Én úgy gondolom, hogy van a Prosperitáti Alapítványnál ahhoz képest, hogy kisközösség vagyunk, nagyon sok termelő pályázott, de az mellett a kis és középvállalatoknak a tulajdonosai is pályáztak, és pályázni szeretnének még, ahogy hallom, de ezekkel az új munkahelyekkel is én úgy gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy ez megoldódjon. Én egyezek azzal, hogy sokan nehéz helyzetben vannak mostan, ezeket a dolgokat nem lehet megoldani egyik napról a másikra, de ha ilyen perspektívák vannak, hogy egy üzemet pozitív hatások vannak már? Tehát, hogy nyilván nem lehet egyik napról a másikra megoldani, de láthatóak-e már valamilyen pozitív hatások? Hát én azt hiszem, hogy láthatók. Mint említettem, most egy cég, amely 300 munkahelyet biztosít, a másik valószínűleg az év végére, jövő év elejére megnyitja a kapuit szintén. Van egy cég, amelyik jelentkezett, hogy jön. Tehát, hogy valami mozgás történt, ezzel én azt hiszem, hogy megindult valami. Nagyon jó helyen van az ipari negyedünk. Ha sikerül a Verbásztól Zomborig egy új utat is építeni, amire a kormány is támogat, abban az esetben közelebb kerülünk az autóúthoz, közelebb kerülünk a szerbiai úthálózat vérkeringésébe, és abban az esetben közelebb leszünk a világhoz. Rövid távú tervek vannak-e? Ezek ugye mind hosszú távú tervek, végül is nyilván a vállalatok, amik megnyílnak, vagy egy-két éven belül megnyílnak, az is már hosszú távú tervek számít. Vannak-e rövid távú tervek? Hát rövid távú tervek azok vannak, hogy az embereken, akiken tudunk valami módon segítünk, hogy ezeket a nehéz időszakokat valami módon átvészeljék.
Én bízom abban is, hogy azok a polgárok, akik meghatározott időre elköltöztek Kula községből, látva ezeket az eredményeket, ezeket a lehetőségeket idővel visszajönnek, lehet, ha megtakarított pénzüket befektetik a községünkben, és abban az esetben úgy a közösség is, de magában az egyének is jobban járnak. Reméljük, hogy így lesz. Valka Károlynak köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.